Sziasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval és egyben egy új sorozattal is, amiben a sebsivaskát fogjuk kiválasztani és vele fogjuk nyomni a karriermódot. Én ahogy láthatjátok, ki is választottam a vezetőedzőjét és nyilvánvalóan a csapat is fog maradni. A lelátót azt át fogom színezni most ilyen piros színre, sajnos nem lehet azt megoldani, hogy ilyen piros fehéres dolog legyen, de tök mindegy, szerintem így is nagyon jól néz ki. A nehézségi fokozatot azt átállítjuk legendásra, marad a 6 perc, az euró, és akkor itt pedig be fogjuk tenni a mi csapatunkat is. És akkor srácok, a Djurgården helyére betettük a mi csapatunkat. Az a helyzet, hogy innen ki kellett vegyem az egyik román csapatot, de tök mindegy, így legalább bekerült a mi csapatunk is. És akkor nagyjából ez lesz. Nyilván én most kiveszem azt, hogy válogatottat nem fogunk irányítani, úgyhogy hajrá, és nézzük meg, hogy mire tudunk menni ezzel a csapattal. Mivel nincsen olyan óriási keretünk arra, hogy igazoljunk játékost, ezért arra gondoltam, hogy jó lenne megnézni a free agenteket, hiszen ha jól tudom, most jelenleg a játékon belül Cristiano Ronaldo csapat nélkül van, és ha lenne elég pénzünk arra, hogy őt leigazoljuk, az nagyon nagy király dolog lenne, és igen srácok, itt van Cristiano Ronaldo, és talán meg kellene nézzünk magyarokat is, mondjuk a válogatottból lehet, hogy van olyan játékos, aki csak úgy be... amúgy nem lehetne rossz, egy Kalmár Zsolt. Na hát srácok, két játékos, szerintem megpróbáljuk először Ronaldót leigazolni, ami egyébként sokkal nagyobb falat. Hát egyértelmű, hogy 100%-ig kezdő a csapatban. Egy éves szerződést, hát én azért lehet egy két éves szerződéssel próbálkoznék meg nála. Így is van. Nem adunk olyan összeget, amiért ki lehetne vásárolni, és amúgy 63 ezer euró lenne úgymond az ő ajánlott fizetése, hát talán 61-jel bepróbálkozunk, hát ha összejönne. Igen, és 61 ezer eurós fizetéssel le tudjuk igazolni Cristiano Ronaldót a sebsivaskához. Nézzük, hogy Kalmár Zsolttal mit tudunk kezdeni, szerintem őt valószínű, hogy könnyebben meg fogjuk tudni venni. Én megpróbálom egy 3 éves szerződéssel, hát 3 évre nem jön, de 2-re talán meg tudjuk szerezni. 11 ezer eurós fizetést kér, hát én csak ennyit tudok adni érte. Nézzünk, próbálkozunk meg egy újabbal, így most több a fizetése, kevesebb a bónusz, hát ez lehet nem fog összejönni. Na nézzük, utolsó lehetőség, hát ha belemegy. És benne van srácok, Kalmár Zsoltot is leigazoltuk a csapatunkhoz, ami egyébként tök jó, úgyhogy Kalmár Zsoltot is bővül a sebsivaská csapata. Rakjuk össze srácok a csapatot, akkor csatárnak egyértelmű, hogy Cristiano Ronaldo fog bekerülni, támadó középpályára kell behozzuk Kalmár Zsoltot, de talán majd belőle kihozunk egy sima középpályást, vagy egy védekező, hát mondjuk védekezőt nem, de egy sima középpályást lehet ki tudunk majd hozni belőle. Mát egyértelmű, hogy itt lesz a cserék között most. Sajnos vagy nem sajnos, bekerült Tamás Márk is a kezdőcsapatunkba, és akkor nagyjából ez lesz majd a mi csapatunk. Azt hiszem, hogy még egyedül a messzámokat kellene megnézni, mert nem akarom, hogy Ronaldo ilyen 8-as messzámban, vagy nem is tudom miben játszon, úgyhogy Ronaldo-t szerintem betesszük 7-es messzámmal, Cristiano Ronaldo bekerül 7-es messzámmal, és akkor Kalmár Zsoltit áttesszük egy 10-es messzámra. Szerintem most a szabad, mivel Ronaldótól elvettük, így is van, és akkor srácok, nagyjából ez lesz a kezdőcsapatunk, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz az animáció, amikor jönnek az új játékosaink, valószínű, hogy nem kell olyan túl sokáig várni. Úristen, 77-es rating, srácok, hát megvan a legnagyobb igazolásunk. Ez egyértelmű, hogy bekerül most a kezdőcsapatunkba. Nyilván ezt a sorozatot nem tervezem olyan túl hosszúra, úgyhogy nagyjából egy olyan 4 része számíthattok. Igazából az első rész nagyjából arra fog elmenni, hogy az átigazolásokat itt letudjuk, és elkezdjük majd a bajnokságot, illetve a Conference League-et is. És akkor láthatjátok, érkezik szerintem Cristiano Ronaldo. Micsoda igazolás, srácok. Szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség, úgymond nekünk, hiszen így valószínű könnyebb lesz sokkal a bajnokságban, ahogy láthatjátok, egy 12 hónapos kölcsönszerződés jött össze, amúgy egyébként az nem is olyan rossz. És akkor srácok, már is a 3. percben támad az ellenfél csapata, elvileg szólóba fog futni az ellenfél csatára, hát jó lenne valahogy megszerezni és nem kapni rögtön egy gólt, és meg is van a labda. Ha Cristiano Ronaldohoz kerül a labda, az egy jó lehetőség, az mekkora passz. Be kell fejezni, és ott a gól, srácok, megszerezzük az első meccsen a 17. percben a vezetést. Kellene valamit mutassunk, hiszen srácok, hogyha a legrosszabb az, amikor ilyenkor a highlightokba bedob egy 11-est, úristen, fölé ment. Újabb szöglet.
74. perc, illetve 73. perc. Megint kis szögletet fogunk csinálni szerintem. Újabb kis szöglet. Nagyon jó. Beközépre. Nem jön össze a lövés. Ott van még, lepattan. Ott a lövés, és ott a gól. Cristiano Ronaldo-val is betalálunk, srácok. 2-0. Ott van még. Legurítjuk. Kalmár! És mekkora gólt lövünk. Atya úristen, Kalmár Zsolti. Óriási gól. És ez a meccs ennyi is volt, srácok. 3-0-ra megnyertük a bajnokság leges-legelső meccsét. Hát ez bődületesen jó meccs volt. Amúgy itt egyébként az egyik játékosunknak kifizették a kivásárlási árát, és így el is ment a csapatunktól. Hát ez lehet, hogy még jobb opció is volt, mint amit gondoltam. Tehát a következő mérkőzés, illetve ez már a második a szezonban. Jó lenne ezt is valahogy egy jó végeredménnyel zárni. Viszont ez egy óriási lehetőség. Ronaldo, ezt belőjük. Ott is van, srácok. Ott is van. 39. percben gólt szerzünk, és már a 40. percben rögtön egy szöglettel folytatódik a játék. Hát itt azért van bőven helyzet. Egy újabb szóló Ronaldo előtt. Hát itt Ronaldo szerintem most a góllövő cipőjét elővette. Ronaldo. Ronaldo! És ott a második gólja. Cristiano Ronaldo-val megszerezik a második gólt. Ú, de szürreális ebben a mezben látni. Srácok, ennyi volt a második meccs, ezt is 2-0-ra megnyertük. Hát nyilvánvalóan így sokkal gyorsabban megy, hogy a highlights-okat fogjuk lenyomni. És akkor mehet is a mérkőzés, a Botosan ellen fogunk játszani. Hát remélem, hogy ebből nem lesz semmi. Legalábbis nem egy gól vagy bármilyen lehetőség. Ajaj, az nagy baj. Úristen, mekkora védés. Ha jöjjön valaki ide, normális olyan játékos, akivel tudunk bármit is ott kezdeni a 16-oson belül, talán Kalmárat jó lesz. Az jó. Ott a lehetőség, és 1-0. 1-0. Mekkora gólt lövünk. És 11-essel fogjuk folytatni a meccset. 56. percen, hát ez Ronaldo-val ez kötelező belőni. Szerintem. Megcélozzuk a bal felső sarkot, és... Hát nem sok hiány, de majdnem kivédte a kapus. És micsoda gólöröm. Újabb próbálkozás. Ronaldo. És bemegy a harmadik gólunk is. Srácok, 3-0-ra vezetünk. Hát azt hiszem, nem hiszem, hogy el fogjuk veszíteni. És ennyi is volt a meccs. Megnyertük 3-0-ra. Egyébként lehet majd a tabellára is rá fogunk nézni, mert kíváncsi vagyok, hogy ott hogyan fog alakulni majd a mi sorsunk. Fárul ellen van a következő meccs. Fú, srácok, én le fogom ezt most szimulálni, nézzük meg, hogy így milyen eredményt tudunk összehozni. Megnyertük 3-1-re ezt a meccset, ami egyébként nem is olyan rossz, hiszen most jelenleg a Fárul az első a román bajnokságban, legalábbis akkor, amikor ezt a videót felveszem. Na nézzük, szerintem ezt is el fogjuk most szimulálni, már csak azért is, hogy kicsit haladjunk a szezonnal. Ezt is megnyertük, ami egyébként nem rossz. Jelenleg az első helyen vagyunk 2 pont előnnyel, ami nem rossz. Nagyon jó a gólarányunk, úgyhogy szerintem az a szezon lehet, hogy a miénk lesz. Több mint valószínű. Egy-két átigazolás után ismét 4 millió euró lett a keretünk, és így az összes vagyonunkat amúgy egy kicsit meg tudtuk szerintem növelni. És akkor kezdjük el az európai kupa szereplésünket. Itt, ahogy láthatjátok, ebben a csoportban vagyok benne. A Genttel, Moldével és a Shamrock Roversszel fogunk játszani. Nem vagyunk olyan óriási csapatokkal egy csoportban, viszont fontos lenne, ha jól szerepelnénk, és jó eredményeket érnénk el, én szeretnék tovább jutni a csoportból. Hát nem egy óriási stadionban, de legalábbis szerintem nagy eséllyel vágunk neki ennek a meccsnek. Ahogy láthatjátok, egyébként az ellenfelünk zöld-fehérben, mi pedig piros-fehérben fogunk játszani. Kalmár. Fúha, ez bátor volt egyébként. Jó jön középre a labda, de ki tudjuk fejelni. Kalmár. Lepattan, de még szerintem az a miénk lesz, így is van. Ronaldóval pedig, hát nem passzolni akartam, de lehet túl sokszor nyomtam meg az X-et, és passz lett belőle, ebből meg majdnem lesz egy gól. Nagyon szép, Kalmár. Az óriási indítás, és az nem volt les, Börbuc. Beközépen Ronaldo, be kell fejezni, ott is van. 1-0-ra vezetünk, srácok, Ronaldo góljával. Hát ez szép kezdés, szerintem a Conference League-ben. Ez viszont már jó, Kalmár kapja. És most már Ronaldónál. Ronaldo, legurítjuk, az jó, és ott a második gólunk, ezt milyen szépen csináltuk, mesteri volt, itt átvette térdel, fú, nagyon szépen legurítottuk, és 2-0. Az óriási labda, Börbuc,
jön be középre, Kalmár Kellenai lövés, és megvan a harmadik gólunk is. A 24. percben Kalmár Zsolta, megszerezzük a harmadik gólunkat is. Hát ez egy, nem is tudom milyen meccs lesz, gólgazdag, az biztos. Na nézzük, hogy mit tudunk ebből kihozni, Ronaldo. Hát ez nagyon egyszerű volt. 4-0. Hát remélem, hogy az összes gólunkat nem ezen a meccsen fogjuk lőni a Conference League-ben. Szerintem Ronaldo-t levesszük, feltesszük Safrankót, jöhet Mate is, hogy egy picit tudjanak pihenni a játékosaink. Meg is volt az öt cserénk, ahogy nézem, 1-2-3-4-5, így is van. És akkor így fogjuk folytatni a második játék részt. Ne! És megkaptuk az első gólunkat. Hát sajnos ez így alakult, nem tudjuk olyan szépen befejezni a meccset, ahogy elkezdtük. Az mekkora passz? És 4-2. Fúha! Ez kemény. Újabb lehetőség, és ebből lesz a 4-3. Hát hihetetlen. Mindjárt kiegyenlít a Shamrock Rovers. Ez viszont nem jó hír, közeledünk a 95. perchez, és tényleg, ha kiegyenlítenek, hát milyen jó meccset játszunk, aztán végé lesz 4-4. Ez kemény lesz akkor. Nagyon szép. Az pedig egy jó indítás. Na nézzük, hát ha sikerül belőni még egy gólt. Még egy gólt, Safranco. Pedig milyen közel volt. Ezt a meccset így fogjuk zárni. Nem hiszem, hogy most már tovább engedni a bíró, így is van. Hát 4-3-ra nyertünk, úgyhogy 4-0-ra vezettünk. A másik meccsen egyébként a Gent nyert, úgyhogy szerintem ők fogják vezetni a tabellát, hiszen az a helyzet, hogy mi kaptunk 3 gólt, ők nem kaptak egyet sem. Én most ezeket a meccseket megpróbálom leszimulálni, illetve hát egy kicsit haladni a szezonnal, hiszen még csak szeptember közepén járunk, és tényleg mondtam nektek, srácok, nem szeretném olyan nagyon-nagyon hosszúra nyújtani ezeket a videókat, illetve ezt a sorozatot sem. Ez egy kupa meccs lesz, hát lehet, hogy most ki fogunk kapni, de hát ha nem. És nem, 2-1-re nyertünk. Nagyjából szerintem ez a rész ennyi lett volna. Még arra fogunk ránézni, hogy hányadikak vagyunk a tabellákon. Itt, ahogy láthatjátok, a következő meccs már nyilvánvalóan a Gent ellen fog zajlani, de arra is kíváncsi vagyok, hogy a többi sorozatban hogy áll a szekerünk, hiszen fontos azért az is, hogy a bajnokságot megnyerjük. 2 ponttal vezetünk a Kolozsvár előtt, ami nem olyan óriási előny, viszont megnyugtató az, hogy 9 győzelmünk van, és egyetlen egy döntetlennel állunk jelenleg az első helyen. A kupában, ugyebár a negyed döntőkben Krajova ellen fogunk játszani, ami azért nem gyenge. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A következő részben a bajnokságot, illetve hát a kupa szereplést addig fogjuk játszani, amíg tovább nem jutunk a csoportból, aztán majd a kieséses szakaszt, meg a bajnokság hátralévő részét, illetve a kupát is a harmadik részben fogjátok látni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett és szeretnétek folytatást mi hamarabb, akkor dobjatok egy óriási lájkot erre a videóra, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, legközelebb találkozunk, Lehel voltam, és szevasztok!